Jó reggelt kívánok 2022. október 4-én, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy neked át lehet mindent adni. Hogy te szabadító Isten vagy, aki képes vagy megszabadítani bennünket, a ránk nehezedő terhektől, képes vagy megszabadítani bennünket a bűntől, annak az átkától, és képes vagy megszabadítani bennünket akár önmagunktól is, ha éppen arra van szükség. Urunk, köszönjük, hogy helyette az Úr Jézus Krisztust adod a szívünkbe. Köszönjük, hogy a különböző terhek helyett hajlandó vagy békességet adni a szívünkbe, hogy tudjuk elengedni mindazt, ami felett hatalmunk nincsen, de lehetne hatalma felettünk, hogy agyon nyomjon. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te együtt húzod velünk az igát, mert Te már beálltál abba a kettős járomba. És köszönjük, hogy naponként megszólítasz, növeled a mi hitünket, táplálod, hogy a Te dicsőségedre tudjunk élni. Kérünk, hogy most is Te tégy így, ha kedves Te erődted, szólíts meg a Te ígéd által. Szent Lélek Isten, kérünk, jöjj szívünkbe. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt olvasom Mózes első könyvéből a 49. részt a következőképpen. Jákob hivatta fiait és ezt mondta. Gyűjjetek össze, hadd mondjam el, mi történik veletek majd egykor. Gyűjjetek egybe, hallgassatok meg Jákob fiai. Hallgassatok atyátokra, Izraelre. Rúben, te vagy elsőszülöttem, erősségem, férfi erőm első termése. Kiváltképpen hatalmas, kiváltképpen erős. Kijárattál, mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyába léptél, akkor meggyaláztál, nyoszolyámba léptél. Simeon és Lévi testvérek, fegyvereik erőszak eszközei. Társaságukba ne menj, lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj dicsőségem, mert embert öltek haragjukban, kedvtelésükben bikát bénítottak. Átkozott haragjuk, mert vad, és dühük, mert hajthatatlan. Szétoztom őket Jákobban, elszélesztem Izraelben. Júda, téged magasztalnak testvéreid. Kezed ellenségeid nyakára teszed, leborulnak előtted atyádnak fiai. Fiatal oroszlán vagy, Júda, prédától lettél naggyá, fiam. Lehevert, elnyújtózott, mint a hím vagy a nőstény oroszlán, ki merné fölzavarni. Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Síló, akinek engednek a népek. Szőlőtőhöz köti ki szamarát, nemes tőkéhez szamárcsikóját. Ruháját borban mossa, köntösét a szőlő vérében. Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek. Zebulon a tengerpart felé lakik, a hajók kikötője felé, hátával Szidónra támaszkodik. És akár nagy csontú szamár, az aklok között heverész. De látva, mi jó a nyugalom, és milyen szép a föld, teher alá hajtja vállát, és robotoló szolgává lesz. Dán ítéli a maga népét, mint Izrael bármely törzse. Dán kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen, a ló csüggyébe harap, és lovas a hanyatt esik. Szabadításodra várok, Uram. Gádot martalócok marják, de ő a sarkukba mar. Ásér kenyere kövér, királyi csemegéket kínál. Naftali, gyorslábú szarvasűnő, szép szavakat hallott. Termőfa ága József, termőfa ága forrás mellett. Ágai átnyúlnak a kőfalon. Ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok. De íja nem remeg meg. Izmos kezei fürgén járnak, hisz Jákob erőssége tartja a kezét, Izrael pásztora kősziklája. Atyád Istene, aki megsegít téged, a mindenható, aki megállt téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásával, az emlők és anyamé áldásával. Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásánál, az örök halmok gyönyörűségénél, szálljanak József fejére, a testvérei között megszentelt fejére. Benyámin ragadozó farkas, reggel zsákmányt eszik, este prédát oszt.
Ez Izrael 12 törzse. Ezt mondta el nekik apjuk, amikor megáldotta őket. Mindegyiket a ráillő áldással áldotta meg. Azután parancsot adott nekik, és ezt mondta. Ha majd elődeim mellé kerülök, atyáim mellé temessetek a Hettita Efron mezején lévő barlangba. Abba a barlangba, amely Kánaán földjén van, Mamréval szemben a Makpelai mezőn, amelyet Ábrahám vett meg a mezővel együtt, a Hettita Efrontól, sírhelynek való birtokul. Oda temették el Ábrahámot és feleségét, Sárát. Oda temették el Izsákot és feleségét, Rebekát. Oda temettem el Leát is. A hettitáktól megvett tulajdon az a mező és a rajta levő barlang is. Miután Jákob mindezeket meghagyta fiainak, felhúzta lábait az ágyra, azután elhunyt és elődei mellé került. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvéreim, elérkezünk oda, amikor Jákob meghal. Mielőtt azonban ezt megtenni, azelőtt személyre szabott áldást ad minden gyermekének. Azt gondolom, különös jelentősége van annak, hogy egy apa milyen áldást mond a gyermekeire, és meg tudja-e mindegyiket áldani. Mert hogy ez az áldás, amit kapnak, egészen személyre szabott áldás. Valahogy olyan, mint egy ruha, amit a szabó készít el. Méretet vesz, hogy pontosan úgy illeszkedjen a testhez, mint ahogy annak lennie kell. Se nem túl bő, se nem túl szűk. Másnak az áldása vagy túl bő lenne, vagy túl szűk lenne. És ez ugyanígy van a kereszttel is. A kereszt is személyre szabott. Pontosan annyi, amennyit elbírunk. Az áldások azonban különbözőek. Kinek-kinek vérmérséklete szerint, ahogyan az Úr szánja neki. Kitűnik közülük Júda, ahonnan a messiás származik, és József, mint mondhatni kedvenc gyermek. Kedvenc gyermek? Igen, van kedvenc gyermek. Hadd olvassam fel Bob Guest magyarázatát a mai ige című kiadványból. A jó szülők minden gyermeküket igyekeznek egyformán szeretni. Ahhoz a gyermekükhöz azonban, akinek a legnagyobb szüksége van rájuk, különleges szeretettel fordulnak. Erma Bombek író és humorista egyszer ezt írta. Minden anyának van kedvenc gyermeke, nem tehet róla, ő is csak ember. Nekem is van kedvencem. Az a gyermek, akit különlegesen közel érzek magamhoz. Akivel olyan szeretet köt össze, amit senki más nem érthet meg. A kedvenc gyermekem az, aki túl beteg volt ahhoz, hogy a születésnapi partiján jégkrémet egyen. Aki karácsonykor kanyarós volt, akinek fekvőgipszet kellett viselni egy sportsérülés miatt, aki az éjszaka közepén belázasodott, akinek asztmás rohama volt, akit az ölemben vittem a sürgősségre. A kedvenc gyermekem az, aki elrontotta a zongoradarabot a koncerten, aki hibázott a helyesírási versenyen, aki öngolt lőtt a meccsen, akinek ellopták a kerékpárját, mert elfelejtette lezárni. A kedvenc gyermekem önző, éretlen és indulatos volt. Sebezhető volt, magányos, nem tudta, hogy miért él ezen a világon. Ugyanakkor nagyon csodálatos is volt. A többieknek is van kedvenc gyerekük. Mindig ugyanaz. Az, akinek abban a pillanatban bármilyen okból szüksége van rád. Hogy beléd kapaszkodhasson, kiabálhasson veled, megbántson, megöleljen, hízelegjen, kifizettesse a telefonszámlákat, vagy kiönthesse a szívét. De leginkább csak azért, hogy ott legyél vele. Vagy ahogy Jézus mondta a tékozdó fiúról, még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Te vagy az a gyermek. Te vagy az, aki Isten kedvence lehetsz Jézus Krisztus által. Amikor éppen arra van szükséged, mehetsz hozzá, belé kapaszkodhatsz. Alig várja, hogy közelebb menj hozzá. Szabad hozzá menned, akár tékozló fiúként, akár tékozló leányként. Ő vár rád. Ahogy az egyik ének mondja, ha mástól már segítség nem jő, messzünnen hív téged ő. Jöjj szennyesen, méltatlanul,
úgy, ahogy vagy, vár az Úr. Amen. Imádkozzunk. Urunk, jöhetek hozzád úgy, ahogy vagyok, nem számít, mit mondanak a nagyok. Valóban úgy jöhetünk, amint vagyunk. Előled nem kell takargatnunk semmit sem, hiszen te mindent látsz. Nem is tudnánk eltakarni semmit. Köszönjük, hogy úgy szeretsz minket, amilyenek vagyunk. De nem akarod, hogy olyanok maradjunk, mint amilyenek vagyunk. Hanem azt szeretnéd, ha naponta tudnánk a hit útján előrébb jutni. Erősebbek lenni. Jobban ellenállni kísértéseknek, bűnöknek. És többet adni szeretetből. Megcselekedni mindazt, amit te mutatsz meg nekünk. Adj nekünk, kérünk, engedelmes szívet, tenni akaró kezeket, lábakat. Add, Urunk, hogy tudjunk a te gyermekeidhez méltón viselkedni ebben a földi világban. Köszönjük a személyre szabott áldást, amelyet elkészítettél nekünk. Add, hogy naponta beleöltözzünk, és öleljen minket körül a te szereteted az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen. Áldott napot mindenkinek.